9. fejezet Napóleon és a szövetségesek A császár és hadserege átonul villékot eredten. A balsors hírnökei A futár nem tévedett. Ő császári és királyi felsége csak ugyan bevonult a tűi 1815. március 20-án, a római király napján este 8-kor. Napóleon, aki... Babonásabb volt, mint egy római, komolyan vette az előjeleket. Ezek bizony nem voltak valami egyértelműek. Igaz ugyan, hogy a tűlerákba a római királyszületés napján vonult be, de hol volt az a megkoronázott gyermek, akiért Szent a szigetén annyi apai könnyet hullatott? Az bizony elment a soha viszontlátásra. Elárvult bölcsőjét a buttonraktár egy zugába száműzték. A császár pedig, aki az elmúlt húsz napban csodával határos módon hódította vissza 32 millió alattvalójának szívét, hiába keresgélte az ezer arcú, közömbös sokaságban imádott fia vonásait. Ma sem tudom, mi késztette ezt a mindenható férfit a hazugsága. Talán magát próbálta vigasztalni, amikor kihirdette Franciaország színe előtt, hogy vissza fogja kapni a fiát. Hogy oly mélyre süllyedt már, hogy csak az osztrák császár Koholt jó indulatával tudott erőt önteni a csüggedőkbe, hisz messze volt ő még attól, hogy művét bevégezetnek lássa. Az a Villé-Kotereti asszony, aki egykor megsértette Lalemant tábornokot, ösztönösen érezhette ezt. Azért kiáltotta utána, amikor szabadon és győztesen hajtotta a városon keresztül, ne félj semmit, gazdvickó, fordulhat ez még másképp is. Persze nem tudta senki, hová fejlődnek majd az események. Franciaország első megszállásakor az ellenség Moszkvából, vagyis 600 mérföldnyi távolságból jutott el Párizsba. A másodikhoz már csak tized annyi utat kellett megtennie, hogy Brüsszelből érjen el ugyanoda. És mi épp ezen az útvonalon laktunk, Párizstól két napnyira, és csak három napnyira a holland és porosz seregektől. Szerencsére jó híreket kaptunk. A császáron nyoma se látszott az aggodalomnak. Április 4-én kézzel írott levelet küldött a szövetséges fejedelmeknek. Közölte velük, hogy visszérkezett Párizsba, és újra elfoglalta a Franciaország trónusát. Hatodikán meglátogatta a múzeumot. Bizonyára arra volt kíváncsi, hogy milyen állatfajtákat szereztek, és tömtek ki az ő távol létében. Utána meglátogatta műtermében Dávidot, a festőt. 7-én kiment rendet csinálni az Iküeni Kastélyba. 8-án espritben letartóztatták az anguémi herceget. 10 kiadta a rendeletet a Nemzetőrség felfegyverzésére. 11 utasítást adott, hogy az anguémi herceget kísérjék Szetbe és helyezzék szabad lábra. 12-én egy komoly esemény. Viszensz hercege jelentést tett a császárnak a szövetségesek hadi készülődéseiről. 14-én fogadta Benjamin Constant. 17-én kinevezte Grosit a birodalom marsaljává. S végül 20-án száz ágyú üdvlövése tette közzé a hírt, hogy Franciaország minden városában a háromszínű zászló lobog. Igaz viszont, hogy 24-én 18. Lajos felhívással fordult a francia nemzethez. 25-én pedig a szövetségesek megállapodtak abban, hogy Napóleon teljes megsemmisítéséig folytatják a harcot. 30-án Anglia kötelezettséget vállalt arra, hogy három éven át 100 millió frank hitelt nyújt a szövetségeseknek. Május 3-án Murat Csatát vesztett Tolentino mellett. 12. az osztrák haderő bevonult Nápolyba. 14. -én a porosz király kiadta a Landverről szóló rendelkezését. 19. Bertjét, apám régi ellenségét az oroszok kidobták a Bambergi palotája ablakából. És végül 26. az orosz szár, az osztrák császár és a porosz király elhagyta Bécset és megkezdték a felvonulást Franciaország ellen. Ezzel füstbe ment a béke megóvásának utolsó reménysugara, újra a hadi szerencse volt hivatva eldönteni a népek sorsát. Egyre több csapat vonult keresztül villékot eretten, szóaszon, Laon és Mézié irányában. Mint valami csodálatos színjátékot bámultuk a régi gárdát. A katonaságnak ez a típusa napjainkban már teljesen kiveszett, de akkor benne láttuk a közelmúlt tíz esztendő minden győzelmének megtestesülését Franciaország dicsőségének megelevenedett legendáját. Három nap alatt harminc ezer ember, vagy inkább harmincezer óriás vonult el előttünk, elszántan, nyugodtan, csak nem komor arccal. Egytől egyik kivétel nélkül tudták, hogy a császárság pompás épülete, melyet sebeik vérével vakoltak össze, az ő vállaikon nyugszik, és érezhetően büszkék voltak terhükre, habár bár hétrét görnyedtek alatta. Ne felejtsük el soha ezeket a férfiakat, akik kemény léptekkel vonultak Waterloo, vagyis a sír felé. Franciaország színevirága, csupa önfeláldozás, bátorság, becsület. Ők voltak a húsz éves háború egész Európa ellen. Ők voltak a forradalom, ami édesanyánk. Ők voltak a nemesség, nem Franciaország, hanem a francia nép nemessége. Ott álltam és láttam őket, mindet. Még az egyiptomiak utolsó maradványait is, 200 mamelukot, bő piros bugyogóban, turbánnal a fején, görbe karddal a kezében volt ebben a sokaságban valami fenség, mi több hit, rajongás, szentség, sorsuk oly végzetes és visszavonhatatlan, hogy mint a róma gladiátorainak ez lehetett volna a köszöntésük, Áve Cézár Morituri T. Salutant. Üdv neked, Cézár, a halálba menők köszöntenek. Igaz, hogy ők nem a tömegek szórakoztatásáért, hanem egy nép szabadságáért indultak a halába, és nem kényszerítette őket senki. Maguk akarták, maguk választották a halált. Az ókori gladiátor puszta áldozat volt, ők azonban az isteneknek ajánlott engesztelő áldozatok. Egy reggel láttuk őket elvonulni, aztán elcsendesültek lépteik, elhalt a katonazene utolsó üteme. Emlékszem, a zenekar ezt játszotta, őrizd meg a haza dicsőségét. Aztán megírták az újságok, hogy június 12-én Napóleon elindult Párizsból a hadrakelcserekhez. Mint hogy mindig a gárda útját szokta követni, tudtuk, hogy át fog utazni villékot terettem. Bevallom, sóvárogva vágytam látni ezt az embert, aki nem csak Franciaországra nehezedett rá, hanem különösképpen én rám is, szegény kis parányra, a 32 milliós nép egy atomjára, és akkora súlyjal, hogy szét kellett roppannom alatta, pedig azt se tudta, hogy a világon vagyok. 11-én hivatalosan is bejelentették érkezését, lovakat rendeltek neki a postamesterünknél. Hír szerint hajnali háromkor készült elhagyni Párizt, e szerint reggel 7-8 óra tájban volt várható. Hatkor már ott álltam a Lárnyi utca végében, s velem a város minden épkézláb lakosa, értvén ezen azokat, akik bírták a versenyfutást a császár hintójával. Persze nem sok remény volt rá, hogy menet közben jól szemügyre lehessen venni a császát, jobb lehetőség kínálkozott rá a postállomásom. Még jó, hogy eszembe jutott. Mihelyt észrevettem, körülbelül negyed mérföldnyi távolságból az első lovak után szálló porfelhőt, futni kezdtem a postállomás felé. Ahogy célomhoz közeledtem, már hallottam a hátam mögül az ugyanoda igyekvő kerekek dübörgését. A posta előtt megálltam. Visszafordulva láttam a forgószil módján közeledő három fogatot, a kövezetből fölcsapó szikrákat, a verejtéktől habzó lovakat, s a bakon porlepet díszruhájukban a felpántlikázott postakocsisokat. Mindenki a császár fogata felé tódult. Én persze a legelső között. A császár a hintó jobboldali hátsó ülésén ült, fehér hajtókás zöld egyenruhában, mellén a becsületrend keresztjével. Ez a sápat, beteges színezetű arc, mely mintha elefántcsontból lett volna könnyű kézzel kifaragva, Fáradtan előre hanyatlott. Balján az öccse ült, Gérom. a kisülésen pedig öccsivel átelemben löfolt a szán segédje. Láttam, hogy fölemeli fejét, körülnéz és azt kérdezi, hol vagyunk? Vilékoteretben, válaszolta valaki. Vagyis ide szóaszom még hat mérföld? Szóaszom még hat mérföld felség. Siessünk! Szeme lecsukódott, és visszahult abba a szendergésbe, melyből csak a megállás idejére ébredt föl. Eközben lovakat váltottak. Új postakocsisok ültek nyerekbe, és a régiek, mihet kifogták a lovakat, kalapjukat lóbálva éltetni kezdték a császárt. A nagy ostor pattogás közepette a császár könnyedén bólintott, ami üdvözlésnek is beélet. A kocsik teljes vágtában elindultak, és a Szomasszony utca fordulójában eltűntek szem elől. A csodálatos látomás véget ért. Aztán elmúlt tíz nap, és híre jött, hogy Napoleon átkelt a Számbron, bevette Charleroi-t, és ütközetet vívott Lignyi és Catóbrász mellett. Az első vízhang tehát győzelmek hangját verte vissza. Arról, ami 15-én és 16-án történt, mi 18-án értesültünk, tehát a Materlói csatanapján. Izgatottan vártuk az újabb híreket. A 19. újságokból nem lettünk okosabbak. A császár, írták alapok, a, a Linyinél az ütközet színhelyét, és intézkedett, hogy gondoskodás történjen a sebesültekről. Lefort tábornok, aki a császári intóban áttellemben ült Napóleonnal, elesett Charles Royale alatt. Zséromnak, aki mellette ült, összezúzta egy golyó a kardmarkolatát. Huszadikán lassan és borongósan teltek az órák. A felhős viharos égből egész nap zuhogott, mintha Dézsából öntenék. Három nap óta egyfolytában esett, és mindenki azt beszélte, hogy ilyen időben képtelenség volna csatázni. Egyszerre azonban arról értesültünk, hogy valami rossz híreket terjesztő férfiakat Letartóztattak és bekísértek a városház udvarára. Ezek, mint mondották, azt beszélték, hogy Franciaország elvesztette a döntő ütközetet, hadereje megsemmisült, és az angolok, poroszok, hollandusok Párizs irányában törnek előre. Mindenki a városháza felé rohan, mondanom sem kell, hogy az elsők között értem oda. És valóban ott állt tíz vagy tizenkét férfi a tömeg közepén, mely alaposan szemmel tartotta őket. Egyik másik még nyerekben ült, a többi lova mellett áldogált, de mindegyikről szafatokban lógott a ruha, telefröcskölve vérrel és sárral. Azt állították, hogy lengyelek. Érteni nem sokat lehetett a beszédükből, mert csak nagy nehezen nyögtek ki néhány francia szót. A vélemények megoszlottak róluk. Sokan azt hitték, hogy kémek, Mások azt erősítgették, hogy szökevény német hadifoglyok, akik Blücher seregéhez szeretnének átcsúszni, és ezért mondják magukat lengyeleknek. Ekkor odaérkezett egy tartalékos tiszt. Tudott németül, és németül kérdeztek ki őket. Ezen a nyelven jobban meg tudták magukat értetni, válaszaik világosabbak voltak. Szerintük Napóleon 18-án összecsapott az angol haderővel. Az ütközet, mely délben kezdődött, ötkor az angolok vereségével végződött, hatkor azonban odaérkezett Blücher, aki egyenesen az ágyúzás irányába menetelt 40 ezer emberével, és megfordította az ütközet sorsát, a döntő ütközetét, ahogy mondták. A franciák visszavonulnak, jobban mondva, futva menekülnek, ők maguk a menekülők előörsei. Sehogy se akartuk elhinni ezeket a borzasztó híreket, de belőlük nem lehetett többet kihúzni. Majd meglátják, ismételgették. Letartóztatással, börtönnel, agyonlövetéssel fenyegették őket, ha hazudni mernek. Átnyújtották fegyvereiket, mondván, hogy mindenben alávetik magukat a hatóságoknak. Volt közöttük két súlyos sebesült. Ezeket kórházba vitték, a többieket lecsukták a városháza melletti börtönbe. Ez délután három vagy négy óra tájt történhetett. Ezek az emberek 48 óra alatt tették meg az utat, Plansenoától villékot eredtig. Óránként másfél mérföldet tettek meg. Úgy látszik, a balsós hírnökei repülni tudnak. Mihelyt az egyik csoport a kórházba, s a másik a börtönbe került, a tömeg eloszlott, és kiki a saját szája íze szerint adta tovább a hírt. Anyámmal a postához siettünk, és ott is maradtunk, mert sehol olyan megbízható értesüléseket nem lehetett szerezni, mint itt. Este hétkor meg is érkezett egy nyakig sáros futár. Lova már alig állt a lábán, s minden porcikájában remegett. Négy lovat rendelt egy fogatnak, mely hamarosan megérkezik, aztán újra nyerekbe pattant és elvágtatott. Hiába faggatták. Vagy nem tudott semmit, vagy nem akart beszélni. A négy lovat kivezették az istállóból, és felszerszámozták. Mindenki a fogatot leste. Végre meghallottuk a fogat érkezését jelentő tompa, és egyre erősödő dübörgést. Aztán feltűnik a fogat, s megáll a postaállomás előtt. A postamester odalép, de földbe gyökerezik a lába. Hozzálépek, és megráncigálom a kabátja szárnyát. Ő az, a császár! Ő! Bizony a császár volt. Ugyanazon a helyen, ahol a múltkor ugyanolyan hintóban, egyik segédje mellette, a másik szemben ült vele. Most azonban se Lefor, sem az öccse nem kísérte. Lefor elesett, Zseron pedig azzal volt megbízva, hogy a szétvert erőket laon alatt egyesítse. Csak ő van itt. Ugyanaz az arc, épp olyan sápat, beteges, szenftelem. Legfeljebb a feje, mintha jobban előre hanyatlana. Vajon miért? Talán csak egyszerűen elfáradt? Vagy gyötri magát, amiért kockára tette a világot, s eljátszotta? Most is, mint a múltkor, fölemeli a fejét, amikor érzi, hogy megállt a fogat. Körülnéz ugyanazzal a tétova tekintettel, amelyel azonban rögtön megtelik éber figyelemmel, mihelyt egy közeli arcon vagy a látóhatár egy pontján megállapodik, mert a két Kiszámíthatatlan tényező mögött mindig leselkedhetik valami veszély. Hol vagyunk? Villékott teretben felség. Vagyis Párizstól 18 mérföldnyire? Igen. Akkor gyerünk. A múltkor is ugyanezt kérdezte, csak nem ugyanezen szavakkal. És most is, mint akkor, parancsot az indulásra, és épp olyan gyorsasággal eltűnik a szemünk elől. E nap éjszakáját napoleon az Elizé palotában töltötte. Napnyi pontossággal harmadik hónapja volt annak, hogy elbárol visszatérőben bevonult a tűi Csak hogy március 20-a és június 20-a között örvény kavargott, és elnyelte dicsőségét. Ennek az örvénynek Waterloo a neve.